Sziasztok, ez itt ismét a Cult Hunter. Megérkezett a mozikba egy kultikus sci-fi folytatása, a Blade Runner 2049. Mivel filmrajongónak tartom magam, szinte kivétel nélkül oda vagyok a klasszikus sci-fi filmekért, mint például 2001 űrodüsszea, Alien, Star Wars, a Visszajövőbe vagy a Terminátor. Azonban a sok ember szerint legjobb sci-finek tartott Szárnyas fejvadász első része valahogy sose tudott igazán a szívemhez nőni. Kétséget kizárólag stílusteremtő műről van szó, ami látványban és történetben is megelőzte a korát. Azonban, akit az egyedi hangulat, a folytogató atmoszféra vagy a gondolkodásra készítő történet nem ragadott magával, az bizony nehezen találhatta meg benne azt a kultfilmet, amiről a legtöbb sci-fi fanatikus beszél. Nem adja könnyen magát a film, és ezt a jó szokást a folytatás is tovább viszi magával. 2049-ben Ryan Gosling alakította K munkája, a megmaradt replikánsok felkutatása és likvidálása, azonban egy rutin munka után egy olyan felfedezésre tett szert, ami az egész világra hatással lesz. A nyomozás végül elvezeti a rég eltűnt előd, Harrison Ford által alakított Deckardhoz is, akiről kiderült, miért él elzárkózva a külvilágtól. Egy valamit le kell szögeznem, aki egy akciókkal bővelkedő csili-vili sci-fi álmokfutásra számít, mint a mostól népszerű galaxisőrzői, Alien vagy Transformers széria, az bizony csalódni fog. Itt egy sokkal komolyabb, mélyebb gondolatokat feszegető, nagyon lassú és filozófikus alkotással van dolgunk, aminek az első számú célja nem mindig a szórakoztatás. Maga a film 164 perces játékideje is tiszteletet parancsoló, és bizony ennek a játékidőnek csak nagyon kevés hányadát teszik ki az akciójelenetek. Ez persze nem azt jelenti, hogy a film ne lenne tetszetős, sőt a festményszerű látványvilág a mozi vászonért kiállt, Roger Deakins képei szinte beleégnek a retinánkba. Nagyon remélem, hogy most már megkapja a jól megérdemelt Oscar-díját. Tehát technikai oldalról szinte hibátlan a film, aki szereti ezt a sci-fi noáros világot, az vigyen magával átállt a moziba, mert valószínű maga alá fog pisilni a gyönyörtől. A szereplők nagyon jók, mondom ezt úgy is, hogy jó magam, nem tartozom az RGRK-ba, vagyis a Ryan Gosling rajongói klubba. Őszintén szólva, az utolsó három filmjében játszott karaktereit kellene vakon összehasonlítanom, nem biztos, hogy sok különbséget tudnék felfedezni köztük. Aki viszont mindenképp üde szín volt a filmben, az nem más, mint a jó öreg Harrison Ford. Számomra rendkívül sokat dobott a jelenléte a filmben, tényleg olyan érzése van a nézőnek, mint az általa játszott Deckard valóban a film díszítei között élte volna le az elmúlt 30 évet. Eddig olyan, mint egy hibátlan alkotásról beszélnék, pedig a jól titkolt sztoriról még nem is ejtettem szót, és így tűnik ki a film egyetlen igazán nagy negatívuma is. Ha lecsupaszítjuk ezt az alkotást és szigorúan csak az alapsztorit nézzük, sajnos nem sok meglepetés érhet minket. Sem az első rész alapsztoriát nem mélyítél eléggé, illetve a sci-fi filmek univerzumához sem tesz semmi újat. Ez többek közt azért is csalódás, mivel Denis Villeneuve előzőnő dobása, az érkezés pont a csavaros és érzelemdús története miatt volt népszerű. A film végén egyáltalán nem voltam meggyőzve arról, hogy ez a sztori indokolta volna ezt a hosszú és néha emberpróbáló lassú játékidőt. A záró képsorok után elmaradt a katarzis, ami az első rész jellemezte, a rácsodálkozás helyett egy gondolat kavargott a fejemben, csak ennyi. Összességében a Szárnyas fejvadász 2049 valóban nem mindennapi alkotás, egészen ritkán kerül a mozikba egy ilyen sci-fi művészfilm. Aki vevő a műfajra és a mozit nem csak a szórakoztatás egyik formájának gondolja, az ne hagyja ki, aki viszont látványos csatákra és akciókra számít, annak nem igazán tudom ajánlani. A történet is legalább olyan különleges lett volna, mint a film stílusa vagy látványvilága, egy sokkal maradandóbb alkotás született volna szerintem. Én 70%-ot adok rá. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!